szépen kiégetjük majd a hátteret. Jön a létra. Ebből simán nem, még kettőt is. Gyús. Na, ezt a tillafotózat. Majd mindjárt akkor még a gombot hagy gomboljam be, és ott van már. És akkor utána. Így, így, jó. De itt is akkor oldalt megigazítsuk. Ugye, Miki, így van a mesébe. Tudok már mindent. Nem nézek sehova, csak egy cipőt fotózom, nyugi. Itt vagyunk már Kazincbarcikán, ahogy múlt héten ígértük, Borsodba egy esküvőn, szülővárosomban. Most megyünk át Edelénybe lefotózni az előkészületek második felvonását, ahol a vőlegényt kell lefotózni. Már a egy elsőbbségvel elskötelező. A mennyasszony lefotózásán már túl vagyunk. Edelénybe a előkészületek második felvonását követően megyünk kreatív fotózni az edelényi kastélyba, úgyhogy ebbe is majd betekintést nyerhettek. Indulás. És most úgy lehet készülni, mintha itt se lennék. Jó, majd én tőle megmondom, hogy mennyi, hányakkor voltunk itt. Igen. Egy férfinek azért ezt kell menni. Jó. Ennyi lesz. Jó. Akarod a szemed is, fordulj meg, de ki ne nyisd a szemedet. Jó. Ki ne nyisd a szemedet. Jó. Egy, kettő, három. Törzsből, csak felső térből fordulunk ebbe az irányba. Nagyon jó. Virág. Aha, és a virág lesz. Jó. Egy cselekvés. Jó, és egy fél pillanat, egy másik objektívvel is megcsinálsz. Ezt fogja visszaadni jól. Minden oké, Zoli? Minden a legnagyobb rendben. A hamupipőnk és kis cipő jelentet most lefotóztuk, most felmegyünk, és akkor még a kastély teraszán csinálunk egy pár ilyen nagy látószűrű fotót, ahogy a szép kis hamupipőkéből királylány lesz. Hercegnő? Ismered a mesét? Persze. Jó. Kérlek, hogy csináljuk. Most megcsináljuk először. A hamupipőt Igen. Így ez az. Nagyon jó. És lesz a király. Most jó. Ó, ez nagyon jó. Ez még egyszer. Simogasd meg az arcát. Így. Aha. Indulunk a teraszra. Még egy picit. Így hangos kép lesz. Még egy pillanat. Mit csinált? Azt már bárhol. Ez, ennek kellett így lennie, mert ez csak ilyen szép kék éngel jó körön. Mert amúgy meg Photoshop voltam volna oda. Megcsináltuk a kreatív fotókat a kastély területén belül, most kimegyünk a kastély elé, és megcsináljuk a szokásos kis fátyol feldobós fotónkat. Eddig nagyon jól haladunk. Három. Brutál jó. Annyi. Most ez neked nagyon szívás, egy kicsit extrém gyorsan kell hátulgálnom. Így. Aha, inkább így létszi, addigból többet lássak. Egy, kettő, három. Azt a minden, nagyon szuper. Jó. Prima. Nem fogok sokat látni, sem csak jön, mi ez bőle, de. Zoli. Te is csinálsz? Én nem tudom. Például biztonsági másodra készítem el. Ez bárkit meglep? Szerintem nem. Ott a mennyasszony, a koszorús lány, az összes koszorús lány, úgyhogy megcsinálják itt külön koszorús lány kreatív fotózás következik. Még egy picit. Jó. Hát ott karolósok választottak bennem, amit én küldtem. Az nem volt, nem? Az. Itt van. Azt sem az éjbe kéne, nem? Valami függönnyel. Nyugodtan. Ja, ez. Ezt nem is elálltam. Ezt nem fogjuk megcsinálni. Jó, és akkor így megy a puszika majd, ahogy csináltuk eddig is. Jó, lányok, ti pedig itt vagytok.
itt vegyétek elő a színészi vénátokat, mert én a fotót meg tudom csinálni, ezt a hangulatot itt nem. Úgyhogy ezt nektek kell csinálni valamit. Ajaj. Jó, ezt valahogy elő kell venni egy ilyen kukkolós hangulatot, hogy kicsit meg is legyen. Ezek a hátsó. Jó. Kocska, menjen ott. Még egy picit. Várjatok. Hát ez... Sok előre. Jó? Nektek van ne stop. Ti maradjatok még, ez tök szó. Ti baromi jól csináljátok. Ti annyira megnyújtatok. Stop, stop. Szia! Mint az MMA-ba le kellett kopogni a válláról. Na figyelj, hogy egy picit forduljatok más léhangra. Megy. Pillanat, még egy. Megy. Hát milyen jó. Nem befolytatok mindenki a mozdulatot. Mindenki maradjon így, és Adri, te lelétsz és a csokrot te. És te meg mosolyogjál. Egy, kettő, három. Van egy két virág. Ott vannak, akik igen, a lányoknál virágban. Bocsi! Van virág a lányoknál. Nem egyszerűbb, ha egyik kézben egy virággal mutogattok? Vagy mint egy éjjeneznétek, mint virág nélkül? Mert itt ezen például van virág. Na, akkor majd én. Szerintem legyen. Én odaadom, mert én nem akarok. És csináljuk meg. Kettő, három, spagetti! Na ez jó hangos holosztó. Dobjatok egy adag szirmot, sokat. Egy, kettő, három. Nagyon jó, meg tudjuk ismételni? Van még benne nálatok? Nem, akkor összeszedjük. Véget ért a kreatív fotózás és a koszorús lányok fotózása is. Itt vagyunk Edelénybe továbbra is. A katolikus templomnál várjuk a szertartást, ami 20 perc múlva fog elkezdődni. Eddig minden nagyon flottó halad, iszonyatosan rugalmas a pár és borzasztóan nagy alázat van benne, ami nekünk személy szerint borzalmasan megkönnyíti a munkánkat, úgyhogy ezt mindenkinek ajánljuk, türelem, nyugalom és alázat, és nagyon szép fotóitok lesznek. Úgyhogy most bemegyünk ide, beélesítjük a kamerákat, picit sötét a templom, de nagyon-nagyon szép, úgyhogy megyünk és elkészítjük a templomi szertartás fotóit. Hamarosan jelentkezünk már Kozincbarcikáról. Áldását adja erre a szeretetre. Titeket, akiket már megszentelt keresztségben, most egy külön szentség kegyelmével gazdagítani. Látja a fotót? Ez a kérdés, hogy mindenki látja a fotót, ugye? Ezt a fotót. Ezt a fotót. Mert aki nem látja, az nem lesz rajta a képen. Na, szóval akkor be fogok számolni, nagy mosolyt kérjük ide a kamerával. Figyelem! Egy, egy, kettő, három! Egy, így kellett volna. Így kellett volna. Meg vagyok. Egy átok. Jó. Véget ért a polgári szertartás itt, már itt vagyunk Kozincbarcikán, és mi már fel is jöttünk ide a rendezvényháznak szólni, hogy lassan érkezik a násznép, csak mielőtt ők megérkeznek, mi gyorsan lefotózzuk az interjér fotósorozatunkat. Nagyon-nagyon jó volt a polgári szertartás, sajnos arról videóanyagunk most nem lesz, ugyanis Niki továbbra is másodfotósként van jelen ezen az esküvőn, így is késcsöre, hogy ennyi vlogot össze tudunk állítani. Amit tudni kell egyébként a mi vlogunkról, hogy más nagyon felkészült vlogerekkel ellentétben nekünk nincsen időnk összeszedni óriási nagy monológokat, beállítani fantasztikus háttereket és fényeket, mi azzal dolgozunk, ami van, és általában 2 percünk van egy vlog elkészítésére, hogy most is leparkoltuk az autót, szerintem körülbelül 2 perc múlva itt lesz a násznél, megcsináljuk ezt a vlogot, ennek most egyből kell sikerülnie, aztán bemegyünk, fotózzuk az interiört, és kezdődik is a vacsora. Szépen meg van csinálva ez az interjör, és iszonyatosan szerencsék volt, mert sokkal hamarabb ide tudtunk érni, mint a násznép, így nagyon szép beltéri fotókat tudtunk készíteni róla. Nagyon fontos egyébként az, hogy a párok tudják számunkra biztosítani, mielőtt a násznép lerohanná az asztalokat, nekünk legyen legalább nettó 20 percünk, hogy interjör fotókat tudjunk készíteni. Mi az Isten ez a hang a háttérben? Innentől kezdve nincs más hátra, mint a bulifotókat elkészíteni. 11 órakor lesz még egy torta,
és éjfélkor pedig a menyecsketánc, aztán megyünk is haza, amit tudni kell, hogy Kazincbarcikán vagyunk, és Kazincbarcikán is alszunk ma, ugyanis ez az én kis szülővárosom. Borzasztóan boldogok vagyunk, hogy itt dolgozhatunk, és visszajövök oda, ahonnan elindultam. Úgyhogy itt alszunk édesanyámnál nem messze, a legjobb hotel a világon, félpanzióval vagyunk. Amit még tudni kell, ezen a héten sikerült feldolgoznunk az összes elmaradt anyagunkat, tehát most van május 26-a, idén a 8. esküvőnkön vagyunk túl már most, és egyetlen egy olyan esküvő sincs, aminek a fotóanyagát vagy a videóanyagát nem adtuk volna le. Sok megbeszélésen kérdezik tőlem a párok, hogy mennyi idő egyébként körülbelül a fotók feldolgozása. A szerződésben 4 hetet írunk, de soha nem történik meg olyan, hogy 2 hétnél hosszabb ideig tartottuk bent a fotókat, tehát a képek feldolgozása maximum 2 hét. Idén még ezt is übereltük, mert majdnem mindenkinek egy héten belül oda tudtuk adni, tehát reggeltől estig retusálunk. Hazamegyünk, lefekszünk, vasárnap reggel felkelünk és el is kezdjük a feldolgozását a fotóknak, a videóknak és a vlognak. Jövő héten pedig, vagyis legközelebb pedig Siófokról jelentkezünk, ahol egy tűzoltó esküvőn fogunk részt venni. Fantasztikus lesz, ne hagyjátok ki, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy mindig értesítést kapjatok az új videókról, úgyhogy hamarosan találkozunk, akkor már Siófokon. Jó, itt csak 20-szal lehet menni. Fekvő, rendőr! Hát véget ért ez a nap is, Adri és Bandi esküvője. Egy nagyon-nagyon színvonalas esküvő volt ez is, és ami a legszebb az egészben, hogy akkora szeretetet kaptunk a mai napon, amit el sem tudtunk képzelni. És most volt ugyebár a héten a születésnapom, és kaptam tőlük egy üveg bort egy születésnapos felirattal, amire ráadásul spanyolul is rá van írva, hogy boldog születésnapot, ami még közelebb áll a szívemhez, és iszonyatosan jól esett, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy utólag is. Adrit ismerve valószínűleg ezt a vlogot is nézi, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, Adri, és Bandi, hogy így megspékeltétek a napunkat is, és miértek a rendőrök, mellettem be kellett dadognom. Nagyon szépen köszönjük Adrinak és Bandinak ismét, és a családjuknak ezt a nagy szeretetet, figyelmet, kedvességet. Amit adtak nekünk, az pedig az ő alázatuk és türelmük. Köszönjük szépen, nagyon szép eredményt fogtok kapni. És megérkeztünk a Mama Hotelbe, 2 perc autóút után hazamegyünk, és a félpanziós reggelivel ébredünk holnap, aztán indulunk vissza Budapestre. Jó éjszakát mindenkinek! Az esküvő másnapja van. Felkeltünk itt Kazincbarcikán, és találkoztunk még a párral, ugyanis megígértük a párnak, hogy az esküvői ruhájukat mi visszük vissza a budapesti szalomba, úgyhogy nem csak ketten utazunk a Nikivel vissza Budapestre, hanem itt van velünk a harmadik utas, aki méltó helyet kap az autóba, úgyhogy nem is a csomagtartóba, hanem a hátsó ülésen foglal helyet. Úgyhogy irány Budapest és az esküvői szalon. Mert olyan nincsen, hogy egy esküvői ruha a csomagtartóba utazzon. Heineken a kedvenc söröm. Kár, hogy nincs benne alkohol.